mióta folyamatos ez az állapot nála, és mielőtt ez bekövetkezett, felelősödni kell félelmet. I would like to ask from you that since then is this state of mind or experience permanent or constant for you, and before, and if it is, before it came constant, was the case that the fears were just stronger before it? Yes. It's when we say yes, I want to wake up. Amikor igen mondunk arra, hogy igen, fel akarok ébredni. We are saying I want everything that is not the truth to come up and be healed from my mind. Akkor tulajdonképpen arra engedünk engedélyt, hogy minden, ami még nem gyógyult meg, ami különbözik a fénytől, az felemelkedjen a tudatosságba. And so we're welcoming the fear and the darkness to come up into awareness. És tulajdonképpen ez történik, köszönjük a félelmet, a sötétséget a tudatosságban, hogy meggyógyulhasson. So yes, it can seem more frightening, and it can feel like your life is getting worse. És igen, pont ezért tűnhet úgy, hogy egyre ijesztőbb minden, és az életed akár úgy is tűnhet, hogy rosszabbá válik. Pont ilyen érzeteink vannak, hogy már igazából minden rendben van a fizikai valóságban, és sokáig nem értettem, hogy miért érzek ilyen erőteljes félelmeket. De sokat. So yes, that's the case for me, that seemingly everything is alright in my physical life, and I didn't understand why I feel so much fear a lot. Yeah, as we start to let go of some of, start focusing on the spiritual path, and we let go of some of the distractions from our life. Igen, amikor elkezdünk fókuszálni a spirituális útunkra, és elengedjük a mindenféle figyelem elterelést. They just naturally fall away. Things that used to be important but no longer so important, they disappear. Valójában ezek a figyelem elterelések maguktól tűnnek el az életünkből. And it's like taking the lid off. Olyan, mint hogyha levennéd a fedőt. As if there's been a pot cooking, and all the steam has been staying in the pot with the lid on it. Olyan, mint hogyha konyhában nem vagyok jó. Szóval, hogyha főnök valami a kukta, főnök valami egyedében a kukta, és rajta lenne a fedő, és a gőz egészen addig ott lenne, amíg a fedőt le nem veszük róla. And we move the lid a little bit, saying, oh, just let a little bit of come up. És először csak egy kicsit mozdítjuk el a fedőt. Let the steam come out, take the pressure off. Kijöjjön a gőz. But yeah, there is this fear in the mind. És ott ez a félelem az elmében. That was being avoided with all the activity. Amit eddig elkerültünk mindenféle tevékenységekkel. But in my experience, before I knew that this was awakening, de az én tapasztalatom az, hogy mielőtt tudtam arra, hogy ez a felébredés, I felt like a little boat out at sea without an anchor. Úgy éreztem magam, mint egy hajó a tengeren, And the boat could be tossed around by the waves, and I wouldn't know what was coming next. És a hajók pedig ide-oda dobálják a hullámok, és nem tudtam, hogy mi következik. Just hoping for some calm. Csak nyugalomra vágytam. And so my experience seemed to have highs and lows. Az volt az én megtapasztalásom, hogy voltak fentek és lentek. And there was nothing I could do about it. És semmit sem tudtam tenni ellene. I would draw conclusions about why it was good or why it was low.
mindenféle következtetéseket próbáltam levonni abból, hogy most miért vagyok fenn, hogy miért vagyok lenn, miért értem magam jól, rosszul. Try to avoid what made me low or sad. Próbáltam elkerülni azt, ami szomorúvá tett, vagy amitől rosszul éreztem magam. And keep focusing on what made me happy. Próbáltam arra fókuszálni, amitől jól éreztem magam, boldognak éreztem magam. But even so, there were highs and lows, and I had no control over those. De ezek a fentek és lentek tovább folytatódtak, és nem volt irányításom felettük. But now that there's this context of awakening, de aztán, hogy itt volt számomra a felébredés kontextusa, there's an awareness that everything that's arising in consciousness is coming up for healing. Megvolt azon a tudatosságom, hogy minden, ami felemelkedik a tudatosságom, az a gyógyulásért történik. And so the less we draw conclusions about it and think we understand why, the better. És minél kevésbé próbálunk következtetéseket levonni a történésekkel kapcsolatban, annál jobb. It's more about allowance. Sokkal inkább ez a megengedésről szól. And prayer. Imáról. Remembering the purpose. All for forgiveness. Emlékezni a célra, hogy minden a megbocsátásért történik. And with keeping the mind open, és azáltal, hogy az elmét nyitva tartjuk, and not trying to avoid or push away, és nem próbálunk elkerülni, eltolni magunktól dolgokat, we're not trying to take control and stop anything from happening. Nem próbáljuk irányítani a dolgokat, nem próbáljuk megakadályozni, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek. And in that allowance, in that prayer, we're keeping the mind open to the support from the spirit. És ebben a megengedésben és imában nyitva tartjuk az elmét a Szentlélek támogatása számára. So I noticed that my mind went from the highs and lows and up and down. Somehow it stabilized to then feeling very still. És aztán észrevettem, hogy az elmém egy idő után ezekből a fentekből, a lentekből elkezdett stabilizálni és csendessé válni. And being able to look upon whatever is arising. Képessé vált arra, hogy ránézzen, rátekintsen arra, ami felemelkedik a tudatosságban. And that stillness comes from purpose, knowing what the purpose is. És a csendesség pedig a célból ered. When there were different purposes in the world, I could be thrown around, I could be succeeding or failing. Amikor mindenféle különféle céljaim voltak a világgal kapcsolatos céljaim, akkor ide-oda tudott dobálni a hajó. But with one solid purpose of awakening, my mind is linked with the spirit all the time. És egészen addig kudarcokat, sikereket tudtam megélni, de amikor egyetlen célommá vált a béke, akkor a Szentlélekkel, Szentlélekbe hangolódva volt az elmém. And then, yeah, just the deeper fear has been able to move through. And és egy mélyebb félelem is fel tudott emelkedni a tudatosságban, hogy átmozogjak rajta. Yeah, and then that is now just a consistent experience. I can see thoughts sometimes. És ez egy konzisztens megtapasztalással vált, néha jönnek gondolatok. But it's so clear if they are ego thoughts. De olyan tiszta, hogy ezek egós gondolatok. There's no longer anything to do with them. Hogy semmit nem kell tennem velük. They're just seen as unreal, they're ego. Csak annyi történik, hogy valótlannak látom őket, az egós gondolatoknak. But yeah, the fear was intense to go through. De igen, a félelem nagyon intenzív volt, hogy átmozogjak rajta. And I don't think there's really a shortcut. És nem gondolom, nem látom úgy, hogy lenne rövidebb út, vagy ilyen rövidítés. Other than prayer, az imán kívül, and asking for support with it in a practical way, és azon kívül, hogy támogatást kérjünk, igen gyakorlatias módon, to
to be able to face the fear in a way that feels safe. Hogy képes-e vagyunk szembenézni a félelemmel oly módon, amit biztonságosnak érzünk. So, I mean, obviously, asking to, which section of A Course in Miracles to read and then praying is helpful. Például nagyon sokat segíthet, hogyha azért imádkozunk, hogy a csodák tanításából melyik fejezetet olvassuk el, és ezért imádkozunk. But also things like watching movies. De olyan dolgok is, például, mint milyen filmet nézünk, can help to bring emotions up into awareness. Mert filmnézés közben az érzelmek fel tudnak emelkedni a tudatosságba. In a safe context. Egy biztonságos kontextusban. Thank you.